Aláírás és pecsét kerül a dokumentumokra, azokra, amelyek azt rögzítik, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is irodát nyit. Ilyen eddig csak 3 helyen működött az országban, a VOSZ célja azonban, hogy 1 éven belül minden vármegyében működjön ilyen. A vállalkozásfejlesztő irodát Nyíregyházán a Primum alapítvánnyal közösen alakítják ki. Mivel a Primonnál a személyi, tárgyi és egyéb technikai feltételek megvannak arra, meg a tapasztalat, hogy hogyan kell a vállalkozásfejlesztést működtetni, emellett nem tartjuk szerencsésnek, ha még egy újabb irodát hoznánk létre. Tehát a Primummal együttműködve a vállalkozóknak a tanácsadásában kívánunk részt venni, létrehozunk egy újabb pontot, ahol Széchenyi kártyát fogunk forgalmazni, és segítünk nekik a piacra jutásban is, és a Primum az Enterprise Europe Networknek is a tagja. Eppel János, a VOSZ elnöke, a Vállalkozói Fórumon tartott előadásában a szövetség új 5 éves stratégiai céljait ismertette. Ezeket a mostani nehéz gazdasági környezetben 3 fő szempont szerint határozták meg. Az egyik a érdekképviselet, a második a szolgáltatások, a harmadik a vállalkozásfejlesztés. Érdekképviseletben szeretnénk a szakmaiságot, a proaktivitást és a konstruktivitást erősíteni. Szolgáltatásoknál legismertebb szolgáltatásunk a Széchenyi Kártya program, amit a Magyar Kereskedelmi Iparkamarával hoztunk létre, és működtetünk 20 év eredményesen. Büszkén hadd mondjam el, hogy a 20 év alatt több mint 450 ezer vállalkozás jutott valamilyen mértékű államilag garantált és támogatott kedvezményes hitelhez. Ez meghaladja a 6 ezer milliárd forintnyi összeget. Ez számunkra azt jelenti, hogy nagyon-nagyon eredményesek, hatékonyak voltunk ezzel a termékkel, ezzel a szolgáltatással, és erre igazából büszkék is vagyunk. Szeretnénk a pénzügyi szolgáltatásokat új termékekkel bővíteni. Román István, a vármegyei kormányhivatal főispánja arról beszélt, bő 10 évvel ezelőtt még sokkal inkább munkanélküliségi problémái voltak a régiónak, mára ez munkaerő hiányba lépett át. Hozzátette, a kormányzati szerveknek és a vállalkozások érdekvédelmi szervezeteinek azon kell dolgozniuk, hogy a képzés is az igényekhez igazodjon. Nyilván probléma az van, amivel szembesülni kell és amivel foglalkozni kell, de azzal együtt, hogy a munkaerőpiaci helyzet megváltozott, azzal együtt mi úgy gondolkodunk a kormányhivatalban, hogy a foglalkoztatási szakterületnek is meg kell változnia. Nyilvánvalóan működnek azok a munkahelyteremtő pályázatok, amelyeket többen is ismernek, a GINOP-on keresztül, a topos pályázatokon keresztül lehet támogatott foglalkoztatáson bővíteni a foglalkoztatást, de hát azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség van arra, hogy egy közvetítő szerepet töltsön be a kormányhivatalnak a foglalkoztatási szakterülete, és a foglalkoztatási főosztályunk és a járási foglalkoztatási osztályaink, aminek az eredménye az kell, hogy legyen, hogy segítsük azt, hogy a munkaerő és a munkáltató az egymásra találjon. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint az idén 35 éves VOSZ-nak országos és régió szinten egyaránt nagy szerepe volt a vállalkozói szféra megerősödésében. Én emlékszem még azokra a számokra, hogy 1990 után 1,5 millió munkahely szűnt meg, és 750 ezer kényszervállalkozó volt. És ebből a nehéz helyzetből az érdekképviseleti szervezet, amely egy nagyon nehéz időszakon ment akkor keresztül, már egy sikeres szervezetté vált, és ehhez gratulálok is, megyei és országos szinten. És hát ott vagyunk, hogy 35 év, több mint egy generációnyi idő felnőtt a vállalkozói társadalomnak a generációváltása, ha szabad így mondani. Itt Nyíregyházán is megfigyelhető, hogy vannak már, akik a szüleiktől családi vállalkozásként átveszik, vagy már át is vették, és tovább folytatják azt a családi vállalkozást, amely éppen a 80-as évek végén, vagy a 90-es évek elején elindult. Az eseményen Comba Csaba vármegyei elnök bejelentette, a VOSZ ebben az évben 300 ezer forintos ösztöndíjban részesíti azokat az alkotókat, akiknek a filmjeit az idén második alkalommal megrendezésre kerülő Máté Szalkai Adolf Cukor Nemzetközi Filmfesztivál legjobbjainak tart a szakmai zsűri.